módosította a másodfokú bíróság a gázoló mentős büntetését, kedden jogerőre emelkedett az ítélet. Új eszközök a gyermekosztályon, több mint 300 000 forint gyűlt össze a jótékonysági koncerten. Mozogj együtt apával és anyával, családi sportfesztivált rendeztek a Csaba Parkban. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Kedden tárgyalta a gyulai törvényszék másodfokú bírósága annak a mentősofőrnek az ügyét, aki 2016. novemberében zebrán gázolt halálra egy 16 éves lányt. Az elsőfokú bíróság által megállapított büntetést a másodfokú bíróság súlyosbította. 2016. november 22-én a mentők vonulás közben a Bartók Béla út és a Petőfi utca kereszteződésében elütöttek egy fiatal kerékpárost. A mentőautó közel 90 km/h sebességgel közlekedett, használva a megkülönböztető fény és hangjelzést. A 16 éves lány kerékpárján ülve közlekedett úgy, hogy kezében tartotta telefonját és fülhallgatóján zenét hallgatott. A fiatal nem vette észre a mentőautót. A gyulai járási és nyomozó ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a mentőautósofőrje ellen még 2017-ben. Az eset részleteit első fokon 2018-ban tárgyalták Békés Csabán. Ezért a bíróság a vádlottat 1 év 8 hónapi fogház végrehajtási fokozatú szabadságvesztés büntetésre és 10 hónapi B kategóriába tartozó járművek vezetésétől való eltiltásra ítéli. A bíróság a szabadságvesztés büntetés végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggeszti. A tárgyalás végén az ügyész súlyosabb ítéletért, míg a vádlott teljes felmentésért fellebbezett. A gyulai törvényszék kedden tárgyalta az ügy további részleteit. Másodfokon jár el, nyilvános ülés eljárási formában. A tárgyaláson az ügyészség kérte az elsőfokú ítélet helyben hagyását, valamint annak súlyosbítását. További súlyosító, pontosabban súlyosító körülményként indítványozom, hogy a bíróság vegye figyelembe, hogy a vádlott 8 piros lámpán át viszonylag hosszabb sebességgel közlekedett. Az ügyvéd szerint a balesethez vezető ok folyamatot nem a vádlott, hanem a fiatal kerékpáros indította be. Az ügyben több bizonyítási kísérletet is tartottak szimulációk formájában. A mentőautót mi nem is láttuk, tehát kb. 600 méterre volt a baleset az elütés helyétől, de már a hangsugárzó által kibocsájtott a sziréna hangját hallani. Nyilvánvaló akkor, hogyha nincs A sértett ügyvédje a leendő mentőautósofőrökkel foglalkozó tanúvallomására hivatkozott az ítélet súlyosbítását illetően, amelyet idézett is a tárgyaláson. A jó válaszhoz két kulcsszót szoktam megkövetelni. Az egyik a meggyőződés, hogy győződjenek meg arról, hogy a közlekedés többi résztvevője észlelte őket, mert akkor tud biztonságosan áthaladni. A másik kulcsszó a biztonság. Ha nem győződött meg, akkor sebességet kell csökkenteni, vagy adott esetben akár meg kell állni. A gyulai törvényszék másodfokú bírósága a tárgyalás végén meghozta az ítéletet, és súlyosbította az első fokon kiszabott büntetést. A B kategóriába tartozó járművek vezetéstől eltiltást 3 évre súlyosítja. A szabadságvesztés büntetés végrehajtásának próbaidején 3 évre felemeli. Az ítélet a tárgyalás napján január 29-én jogerőre emelkedett. Egyre több kisgyermekes család életét könnyíti meg a gyermekgondozási díj extra, és 2010 óta több mint duplájára emelkedett a GYED maximális összege is, jelentette be Novák Katalin. A család és ifjúságügyért felelős államtitkár kiemelte, a GYED extrának köszönhetően több pénz marad a családoknál, hiszen az édesanya munkajövedelme mellett is jogosult a támogatásra. Hozzátette, a testvérgyed azt is lehetővé tette, hogy megmaradjon az ellátás akkor is, ha újabb gyermek születik.
Novák Katalin arról is beszélt, hogy ebben az évben több mint 190 milliárd forintot fordít az állam a GYED révén a kisgyermekes családok támogatására. Mint mondta, a támogatás maximális összegének emelésén felül a jogosultak köre is jelentősen kibővült az elmúlt években, mert az ellátás akkor is jár, amennyiben mindkét szülő visszamegy dolgozni. Pulzoximéter, inhalátor és ultrahangos párásító. Többek között ilyen eszközökre fordította a dr. Réti Pál Tagkórház gyermekosztálya azt a 300 ezer forintos támogatást, amelyet a decemberi jótékonysági koncerten gyűjtöttek össze azok, akik segíteni szerették volna az intézménynek. Az adományt Szarvas Péter polgármester adta át kedden délután. December közepén rendezték meg a már hagyománynak nevezhető karácsonyi jótékonysági koncertet a belvárosi római katolikus templomban. Az adományozáshoz nem csak a résztvevők járulhattak hozzá, hanem a gyermekosztály alapítványi számlájára is sokan utaltak kisebb vagy nagyobb összeget. A hagyományoknak megfelelően 2018-ban az adventi időszakban szerveztünk jótékonysági koncertet a belvárosi katolikus templomban. A közel 300 néző részese volt egy nagyszerű zenei élménynek, és emellett adományozásra, jótékonyságra is lehetőség nyílt. Több mint 300 ezer forintot adakoztak az ott lévők. A gyermekosztály főorvosa hangsúlyozta, amellett, hogy a kórháztól minden segítséget megkapnak, nagyon örülnek az adománynak. Mint mondta, mindig el kell a segítség egy gyerekosztályon. Dr. Bai Sándor kiemelte, hogy a támogatás egy részéből már be is szerezték a szükséges felszereléseket. Ilyenkor a légúti betegségek szezonja van, úgyhogy itt folyamatosan kell inhalátorokat, ultrahangos párásítót, orszívó, porszívót használni, pulzoximétert, tehát ezeknek a cseréjét vagy pótlását végeztük el, úgyhogy több mindent vásároltunk. Az összeg fennmaradó részéből egy új szőnyeget is vásároltak a játszószobába, valamint az osztály egy új pelenkázó asztallal is bővül majd. Öt önkormányzati tulajdonban lévő épület tetején helyeztek el napelemes rendszert Szarvason. A korszerűsítés összköltsége közel 64 millió forint volt, amelyet Európai Uniós forrásból finanszíroztak. A város képviselőtestület tagjai a fejlesztések egyik helyszínén, a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban tartottak bejárást. A program a Szarvasi Családsegítő és Gyermekjóléti Központban folytatódott, amely szintén megújul a közeljövőben. A képviselőtestület helyszínválasztása nem véletlenül esett a gimnáziumra, mivel ennél a fejlesztésnél kellett a legrögösebb utat bejárni, idézte fel az előzményeket a város polgármestere. Babák Mihály kiemelte, végül sikerült meggyőzni a döntéshozókat arról, hogy a beruházás az intézménybe járó gyerekek, pedagógusok és a település hosszú távú érdekét szolgálja. Nem csak egy naperőművet kaptak, hanem egy tanulási lehetőséget is, hisz a Szegedi Egyetemmel megállapodtak abban, hogy tudományos programot fognak a diákok végrehajtani, ami végtelen boldogító számra, mert nem csak egy eszköz, nem csak egy energia megtakarításról van szó, amely több pénzt biztosít a rezsi költség csökkentése kapcsán a gyerekek oktatása, nevelése, hanem egy érdeklődést felkeltett. A gimnázium mellett két óvodát, egy bölcsödét és a városi sportcsarnokot látták el napelemmel. Dankó Béla országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a kormány megalkotta a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáját, amely a megújuló energiaforrásokra helyezi a hangsúlyt. A klímaváltozáshoz igazodva olyan feladatokat állít a kormány elé és a Magyarország elé, ahol a megújuló energiára kell minél nagyobb mértékben áttérnie az országnak. Szeretnénk lecsökkenteni a káros anyagkibocsátást, szeretnénk lecsökkenteni üvegházhatású gázok kibocsátását, és 2030-ig nagyon sok olyan intézkedés és nagyon sok forrás lesz felhasználva arra, hogy ezt a célt elérjük. A bejárás következő helyszíne a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ volt, amely szintén megújul a következő egy évben. Az önkormányzat a terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően közel 150 millió forintos támogatást kapott.
Ezt több mint 130 millió forinttal kellett kiegészíteni, mivel a költségek gyors emelkedése nem fedezte a beruházást. A tetőhéjazat, tetőszerkezet kompletten megújul, a teljes belső rész megújul, a homlokzat felújításra kerül, a közművek, gépészeti hálózat, elektromos hálózat felújításra kerül, illetve gyakorlatilag mondható, hogy új épül, nyilázzáró komplet csere, komplet energetikai felújítás, és egy korszerű központi hűtő-fűtőrendszer is beépül az épületbe. A munkálatok várhatóan egy évig tartanak majd, így a tervek szerint a központ munkatársai 2020. januárjában már a felújított intézményben fogadhatják ügyfeleiket. Évszázados, egyedi technika, változatos színvilág és motívumrendszer, ami nem csak kiváló díszítésként használtak, hanem arra is jó volt, hogy az emberek tudják, ki melyik településre érkezett. A szűcshímzéssel készült mesterműveket mutatják be a Békés megyei könyvtárban. Szívet, hanem a rátétet dolgoztuk föl ezeken a darabokon. Levelek, virágok vagy éppen egy szépen megformált színes szív. Ezek a motívumok, kompozíciók évszázados történetre tekintenek vissza, amiket a vándorló szűcsmesterek álmodtak meg és használták. Egyik szűcsközpontból a másikba vándoroltak, rajzkönyvet kellett készíteniük, ők maguk is kitaláltak újabb motívumokat, ezért ilyen sokszínű a mi Békés-megyei szűcsközpontnak a motívumkincse, mert hiszen magával hozta az a szűcsmester, amit megtanult valahol, valamelyik nagy mesterné, és ő a saját ízlésére formálta. Semmelyik vászon hímzésénél nincs ilyen motívumrendszer és ennyiféle szín, mint a subáknál, ködmönöknél. A Békés-megyei szűcshímzés összetettsége mellett még számos különlegességgel bír. Ezért akarják, hogy helyet kapjon a szellemi, kulturális örökségek között. Akár a matyóörökség, a halasi csipke vagy a mezőtúri fazekasság mellett, mindez bizonyítja az, hogy a Békés-megyei szűcsímzés nem pusztán egy néprajzi, egy népi kézműves hagyaték, amit meg kell őrizni, hanem egy valóban szellemi kulturális örökség, amit a Békés-megyében működő alkotóközösségek, hímzőszakkörök a mai napig feldolgoznak. Olyan használati tárgyakat, ruhadarabokat készítenek a népi iparművészek, amelyek ezekkel a mintakincsekkel vannak díszítve, és mindennapi használatra teljesen alkalmasak. Mászófal, kalandpark, gladiátorjáték és 10 próba. Többek között ezek a programok várták azokat, akik szombaton részt vettek a Családi Sportfesztiválon. A Csaba Park rendezvénycsarnokában megtartott egésznapos program a Hiszek benne sportprogram egyik eleme volt. Sok gyermek próbálta ki a különböző sporteszközöket. Volt olyan, aki barátnőjével együtt ment végig az akadálypályákon. Csináltunk nagyon sok mindent, nagyon jól éreztem magam, és nagyon jó volt, hogy a barátnőmmel együtt csináltam ezt mind. Volt horgászás, pingpongozás. A játékos 10 próbát a Békés-megyei Szabadidős Klubok tanácsa hozta el a gyerekeknek, hogy a legkisebbek is találjanak mozgásos feladatokat. Elsősorban olyan játékokkal készültünk, amelyek készségfejlesztőek. Fejlesztik a koordinációjukat, a labdakészséget, hogy egy kicsi plusz tudjunk nekik adni ezáltal a rendezvény által. És mindenki, aki megcsinálta a feladatokat, egy-egy pecsétet adunk nekik, egy-egy oklevéllel, és mikor leérkeznek a regisztrációhoz, ott választhatnak ajándékot. A sportolási lehetőségek között volt többek között mászófal, trambulin, óriás gladiátor, szumó, valamint szörf szimulátor és mini kalandpark is. Nagyon jó a játékok, és nagyon sok játék van. Vannak másokák, csúzzák, minden nagyon jó vannak. Sisakok is vannak párhoz, megvédők, és minden olyan nagyon jó, mint régebben, csak ez most még jobb. Békés Csaba önkormányzata harmadik alkalommal rendezte meg a Családi Sportfesztivált. A program összeállításánál fontos volt, hogy minden korosztály találjon magának mozgási lehetőséget. Akkor, amikor összeállítottuk ezt az egésznapos programot, arra gondoltunk, hogy olyan elemeket, játékokat hozunk, amelyeket viszonylag ritkábban tudnak a gyerekek, illetve a családok űzni, hiszen nagyon fontos, hogy családi sportfesztiválról van szó, apa, anya, gyerekek, unoka egyaránt sportolat.
A Csaba Park rendezvénycsarnokában megtartott egésznapos fesztivál a Hiszek Benned sportprogram része volt. A szervezők legközelebb március 9-én a Nőnapi Sportfesztiválra várják majd a mozogni vágyókat ugyanezen a helyszínen. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!